Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi magazinjának 64. adásában. Ízelítő mai programunkból. Iskolai italos karton dobozgyűjtést szervezett az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés. Stábunk benézett egy kartali és egy gödöllői iskolába, hogy megmutathassuk, miről szól ez a program. Nemrégiben döntött az állam az önkormányzatok adósság átvállalásáról. Körzetünkben több kis település is fellélegezhet hamarosan. Dedikálással egybekötött könyvbemutatót tartott dr. Bálint György egy budapesti irodalmi kávéházban. Magyarországon összesen 1956 település adósságállományát fogják csökkenteni. Elsőként az 5000 alatti lélekszámú települések adósságát rendezik. Vécsei László, a Pest megyei 4-es számú gödöllői egyéni választókerület országgyűlési képviselője, Szada polgármestere, november 22-én Szadán a testületi ülés keretén belül jelentette be a parlament döntését. A mai képviselőtestületi ülésünket egy napirendek előtti ünnepélyes megnyitóval kezdjük. Ez az ünnepélyes nyitás, ez pedig annak köszönhető, hogy elindult az úgynevezett Kiút az adósság csapdából című országos program, és ennek az országos programnak minden egyes választókerületre, járásra, minden településre lebontva van hozadéka, van vonzata. Ez az országos program a gödöllői választókerület településein, van szerencsém bejelenteni, Szadán indul. A szadai indítást azt a elég egyértelmű helyzet indokolja, hiszen kettő szerepben vagyok most itt. Egyrészt Szadaközség polgármestereként, másrészt pedig a választókerület országgyűlési képviselőjeként. Tehát Szadával kezdve indítjuk ezt a programot, és hamarosan az elkövetkező hetekben sorra kerül a választókerület minden települése. Október 27-én Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette, hogy az önkormányzatokat a kormány különböző fokban megszabadítja az adósságállományoktól. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, miután megindítottuk az ország államadósságának a csökkentését, utána megnyitottuk a második frontot, és hozzákezdtünk a devizahitelesek kihozatalához ebből az adósságcsapdából, most eljött az ideje, én a magam részéről erre szeretném használni a mai együttlétünket, hogy megnyissuk a harmadik frontot is, az eladósodás elleni küzdelemben. Ezúttal a magyar településeket, a városainkat, a falvainkat, a községeinket kell megmenteni. A Pest megyei 4-es számú választókerület 5000 fő alatti települések közül Szada volt az első, ahol ezt hivatalosan is bejelentették. Ez a program egy országos programnak a választókerületi indítása, ugye minden választókerületben, mint országosan is, a Kiút az adósságcsapdából című rendezvényt meg fogjuk tartani az elkövetkező hónapokban. Ez a október 27-i önkormányzatok az adósság csapdájában címet viselő rendezvényhez kapcsolódik, ahol is miniszterelnök úr bejelentette, hogy az önkormányzatok legnagyobb problémáját, az eladósodást a kormány megoldja. Ezt követően a fontos részletszabályoknak a kidolgozása elkezdődött. Az önkormányzatok adósságtól való megszabadításának tulajdonképpen két fázisa van. Az első fázis kezdetét jelentettem most be itt a szadai képviselőtestület ülésén. Ez az 5000 fő alatti települések esetében teljes adósságátvállalást jelent. Az 5000 fő feletti településeket, ugye december 20-áig az 5000 fő alattiakat le fogják bonyolítani, és a jövő év elején, jövő év tavaszán, tavasz végére az 5000 fő feletti településeknek az adósságát is rendezni fogja a kormány. Ez a mai rendezvény, ez a kettős szerepemből adódik, miután a gödöllői választókerületnek országgyűlési képviselője vagyok, a kormány megbízásából a választókerület minden településére én fogom elvinni a jó hírt, illetve részben a belügyminisztérium megbízottjának a közreműködésével ezeket a megbeszéléseket, tárgyalásokat, egyeztetéseket is lefolytatom, illetve ezeken részt veszek. Miután Szadaközség polgármestere is vagyok, a kettős szerepből adódóan a legelsőt, a nyitó rendezvényt ezt Szadán tartottuk. Hát annál is inkább, mert nem sok idő állt rendelkezésre, tehát valószínűleg a honos településen a legegyszerűbb az első ilyen eseményt megszervezni.
Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter elmondása alapján minden település helyzete más és más, így az adósságok átvételét egyeztetések előzik meg. Országosan 1750 olyan település van, ahol a lakosság száma nem haladja meg az 5000 főt. Ezeken a helyeken a kormány a teljes adósságot átvállalja. A korábban felvett hitelnagysága körülbelül 95-100 milliárd forint. Vécsei László országgyűlési képviselőként a napokban kezdi meg körútját Pest megye 4-es számú választókerületében. Minden településnek az adósságállománya lényegében a hitelekből, az esetleges kötvénykibocsátásokból, kötelezettségvállalásokból, egyes nagyobb települések esetén hallottam olyat is, hogy még váltókat is állítottak ki. Tehát ami a pénzügyi szférában lehetséges, és pénzt eredményezett, bevételt eredményezhetett az önkormányzatnak, az önkormányzatoknál mind megtalálható. Kisebb települések esetében azért jellemzően úgy gondolom, hogy régebbi forinthitelek, illetve a 2006-os 7-es szinte kizárólag rendelkezésre álló devizahitelek jöhetnek számításba, devizahitel, illetve kötvénykibocsátás. A választókerületnek 7 olyan települése van, amelyek 5000 fő alattiak, ezeknél most az értesítésünk alapján már folyik az összesítés, tehát az elkövetkező hetekben december 20-áig minden egyes településre el fogok jutni. Minden egyes településen úgy gondolom, hogy pontos kimutatások készülnek már addigra, hogy konkrétan milyen hitelállományuk van. A felhasználás az reményeim szerint alapvetően a pályázati önrészekhez történt. Vannak olyan hírek, hogy egyes önkormányzatoknál működésre is fordítottak ebből. Remélem, hogy ez lesz a kevesebb. Egyébként az önkormányzatoknak a tehermentesítése szempontjából tulajdonképpen annyira nem lényeges, mert a kormány a folyószámla hiteleket is átvállalja. Tehát az, ami december végéig, december 12-éig az önkormányzatoknál kötelezettségként keletkezik, azt a kormányzat mentesítésként átvállalja minden önkormányzattól. Felmérés, ugye, amit minden településre elkészítettek 2011. december végi határidővel, az még arról szólt, és minden nyilvántartásban ezt látjuk, sőt tudjuk, hogy a helyi ellenzéktől is kaptunk ilyen támadásokat, hogy 2,6 milliárdos szadának a adóssága össze-vissza. Hát ezzel szemben azért a kormánytól kapott jó hírért cserében mi is tudunk jó hírt mondani a kormánynak. Ez az önkormányzati adósságunk 2,2 milliárd, de ez még a jelenleg is folyó pénzügyi műveletek végeredményeképpen, ugye december 12-i állapot szerinti adósságmentesítésről beszélünk. Ez le fog menni, legrosszabb esetben legrosszabb esetben 1,7 milliárd lesz az, amit a kormánynak át kell vállalnia. Mint Szada község polgármester, a képviselőtestülettel ugye most már a költségvetési koncepció tárgyalása tart, hogyan tudnak tervezni a jövő évre vonatkozólag? Minden tervezéshez szükséges számot megkaptak már a munkatársaink, tehát a pénzügyesek pontosan látják a jövő évi költségvetést. Természetesen, mint minden évben, a koncepcióhoz képest a végülis jövő év elején elfogadandó költségvetés az változni fog. Amit jelen pillanatban a koncepcióból látni lehet, az tulajdonképpen jó hír, és azt gondolom nem csak Szada számára, hanem az 5000 fő alatti települések számára mindenképpen, hogy azzal, hogy az önkormányzati rendszer funkcionális tisztítását tulajdonképpen elvégezte a kormány, és a kötelező feladatoknak a körét nagyon leszűkítette, ehhez pedig finanszírozást is biztosít, ez azt eredményezi, hogy ahogy most a ma este tárgyalandó koncepcióból elég jól látszik, a működésünket abszolút biztonsággal fedezni tudjuk. Sőt, polgármesterként nem is mondhatok mást, a jól gazdálkodó önkormányzatoknál tartalékok is lesznek, úgy látom a koncepció alapján, hogy lesz tartalékunk. Tehát mondjuk a fejlesztésekre, vagy a folyamatban lévő pályázatok, vagy a jövőre tervezett pályázatok önrészét úgy tűnik, hogy akár hitel nélkül is biztosítani tudjuk. Tudnak-e könnyíteni a helyi adókon? Mindenképpen szeretnénk, hiszen ez a fő cél. Például a hulladékgazdálkodási témában az egész környék, gyakorlatilag minden polgármesterével kapcsolatban vagyok, és megpróbáljuk ezt a problémát kezelni.
Az iparűzési adó mértékén nem szándékozunk, mert úgy gondoljuk, hogy itt az agglomerációban ez indokolatlan lenne. Egyébként a többi adónk helyben, de nyilván ezt minden településen külön meg kell nézni, a többi adónknak a mértéke helyben az átlag, mélyen az átlag alatt van, akár a kommunális adót nézem, akár az egyéb hasonló kötelező befizetéseket, illetve amit új adóként kivetettünk, az nem a lakosságot terheli. Ennél az adónál, a telekadónál, ami a 2 hektár fölötti mezőgazdasági művelésből kivont területeknek az adója, ennél még emelést is tervezünk, mégpedig nem kicsi emelést. Azt gondoljuk, hogy ezek a területek, ezek végül is valahol befektetési célt, ha erősebben akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy spekulációs célt szolgáltak, tehát egy kicsit megpróbáljuk rákényszeríteni, vagy arra felé tolni az ilyen területek tulajdonosait, hogy kezdjenek valamit a területeikkel, vagy adják vissza a mezőgazdaságnak. Ezeknél a területeknél már az elmúlt évben is, vagy ezek esetében az elmúlt évben is, miután a kormány lehetővé tette, hogy ilyen adót kivessünk, elég szépen jöttek a bevételek, most egy komoly emelés kapcsán még nagyobb bevételekben reménykedünk, és ez mondom, abszolút nem érinti a lakosságot, éppen ellenkezőleg ebből az adónemből befolyó összegekből a helyi infrastruktúrát tudjuk javítani, pályázati önrészt tudunk biztosítani, illetve azt tudjuk biztosítani, hogy a jelenlegi adómértékeket nem kell tovább emelnünk. Változik-e a finanszírozási forma az önkormányzatoknál jövő év januárjától? Gyökeresen megváltozik. Tehát az az önkormányzati rendszer, az az önkormányzati finanszírozás, amiben idézőjelbe téve belenőttünk az elmúlt 20 évben, azt el lehet felejteni, az teljesen megváltozik. Egészen más elvek alapján történik a finanszírozás. Aminek egyfelől régi polgármesterként az ember persze nem örül, hiszen minden új, minden változás az embert egy kicsit frusztrálja. Ugyanakkor viszont azt látom éppen a költségvetési koncepcióból, hogy sokkal tisztábbá tekinthetőbb az a finanszírozási rendszer, ami ezután következik. Meg kell tanulni, meg kell szokni, és az alapja végül is az, hogy a kormányzat, az állam nem ad olyan feladatokat az önkormányzatoknak, amelyekhez nem biztosítja a forrást. Tehát azok a feladatok, amik most az önkormányzatoknál maradnak, azokhoz a normatív finanszírozás, a feladatfinanszírozás, ez gyakorlatilag megvan. Ezt a költségvetési koncepciónk nagyon szépen mutatja. Előfordulhat-e az, hogy a fellélegző önkormányzatok a jövőben esetleg könnyelmű döntéseket hoznak? Ez az alapvető kormányzati szándék, a miniszterelnök úr is hangsúlyozta egyébként a rendezvényen, hogy egyszer történik ilyen, egyszer volt Budán kutyavásár. Ezt a kitisztázást, ezt most mindenképpen meg kell tenni, hiszen senkinek nem célja, hogy az önkormányzatok csődbe jussanak, de több ilyen nem lesz. Ezt az alaptörvénytől kezdve a stabilitási törvényen keresztül az önkormányzati törvény is igyekszik biztosítani és garanciákkal körülbástyázni. A lényeg az, hogy az elkövetkező időben, tehát az adósság átvállalást követően ne legyen lehetőség, még esetleg egy szándék esetén se legyen lehetőség egyetlen önkormányzatnak se, hogy eladósodjon. Ez nyilvánvalóan más gondolkodást igényel, tehát másképpen kell vezetni majd a továbbiakban a településeket, de azt gondolom, hogy kormányzati oldalról is, különös tekintettel az uniós forrásoknak a lehívhatóságára, át kell gondolni az önkormányzatok számára, milyen önrészbiztosítási struktúrákat kínál föl. Nagy hiányérzetünk volt egyébként az elmúlt 8-10 évben is az önkormányzati finanszírozás biztosító magyar bankokról. Hát nem tudtunk ilyenhez fordulni, hogyha mondjuk egy uniós pályázat önrészét kellett volna biztosítani, mert az önkormányzat kicsi és gyenge, amikor egy nagy kontinentális bankkal tárgyal. Tehát akár ilyen szempontból is azt lehet mondani, hogy van ráció abban, hogy a kormány meglépi ezt és átvállalja az önkormányzatoktól az adósságot, mert a kormány sokkal erősebb, hogyha a bankokkal kell tárgyalni, mint az egyes önkormányzatok. Vécsei László Szada polgármestereként a testületi ülésen megköszönte a kormánynak ezt a programot, hiszen nagy előrelépés lehet ez bármelyik magyarországi település további fejlődésében. Ezzel az egész adósság átvállalással kapcsolatban egy nagyon fontos dolgot le kell szögezni, hogy ez nem keletkeztet új adósságot. Tehát
Az önkormányzatok adóssága, mint az önkormányzati alrendszer adóssága, ez eddig is államadósságként volt nyilvántartva. Tehát tulajdonképpen ezzel az átvállalással, ezzel egyfelől nem történik semmi, másfelől pedig annyi történik, hogy eddig az önkormányzatok álltak ezek mögött, a hitelek mögött, az adósság átvállalás után pedig az állam fog ezek mögött állni. Tehát lényegében az államadósságot egyáltalán nem érinti. A bankszövetséggel való tárgyalások azok pedig hát folynak. Nagyon nagy örömmel várjuk azt, hogy ezt az adósság átvállaló megállapodást ezt elénk tegyék és aláírhassuk. Ezt megfelelő körülmények között meg is fogjuk tenni, méltó körülményeket biztosítva ehhez, mert ahogy így végig gondoltam a lassan 2 évtizedes önkormányzati pályafutásomat, de vannak itt olyanok, akiknek ennél is hosszabbra nyúlik vissza. Én szerintem a elmúlt 21 néhány évre visszatekintve egyetlen egy kormányzat sem adott annyit Szada községnek, mint amennyit most a kormányunktól kapunk. De igazából, ha visszamegyünk a régmúltba, talán egy iskolaépítést tudunk mondani, ami volumenében esetleg megközelítheti ezt, de hát azt tudjuk, hogy mennyi társadalmi munka volt egyébként a szadaiak részéről abban. Úgyhogy azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű, helytörténelmi szempontból mindenképpen az egyik legfontosabb esemény az, aminek küszöbén állunk, és hát arra kérem a képviselőtestületet, intézményvezetőket, megjelenteket, hogy ennek megfelelően tájékoztassák a község lakosságát, természetesen a főszerkesztő úr a helyi labban minden szükséges adatot, minden releváns adatot bele fog tenni, és remélem, hogy a község teljes lakossága osztozni fog az örömünkben, hiszen ez a tehermentesítés végső soron mégiscsak arról szól, hogy a község lakosságának a lehetőségei növekszenek meg. Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés által szervezett iskolai és óvodai italos karton dobozgyűjtő program, amelyet Gödöllőn és régiójában a Zöldhíd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Szakmai együttműködésével valósít meg a környezetvédelmi szervezet. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekeken keresztül a szülők körében is felhívja a figyelmet a csomagolási hulladék, ezen belül is az italos kartondobozok folyamatos szelektív gyűjtésének és újrahasznosításának fontosságára. Mi Kartalon és Gödöllőn néztünk be egy-egy általános iskolába, hogyan és hol gyűjtik a dobozokat. Az akciót az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés hirdette meg, küldtek hozzánk egy felhívást, és hát nekünk tetszett az ötlet, és jelentkeztünk erre a programra. A program úgy indult, hogy csináltak egy tájékoztatót, busszal elvittek bennünket a Zöldhíd Régió Kft. Telephelyére, ott tartottak egy tájékoztatást és egy bemutatót, hogy miért pont a italos kartonok gyűjtését öleli föl ez az egyesülés, ugyanis elmondták, és be is bizonyították nekünk, hogy a legjobb minőségű papírt használják föl ezekhez a dobozok készítéséhez, és hogy ezt nagyon-nagyon vissza tudják forgatni, tehát jól lehet hasznosítani ennek a papírját, és bemutatták a Zöldhíd Régió hulladékkezelő vállalatot, vagy nem tudom, hogy ennek mi a cégformája, és nagyon tetszett, legalábbis nekem nagyon tetszett, úgyhogy fel tudtam lelkesíteni a kollégákat is, és mindenki együtt, tehát nagyon tudunk vele dolgozni. Szülőket is belelkesítettük, és hát szerintem a képek bizonyítják, hogy egy hónap alatt mennyit tudtunk összegyűjteni, és ez folyamatosan megy, egészen májusig, és hogy minél jobban ösztönözzenek bennünket, ezt nem csak így öncélúan, hanem fizetnek is az iskolának érte, elég szép pénzt kapunk érte az összegyűjtött mennyiségekért, minden egyes szállításnál lemérik, és a mért összeg után sávosan plusz jutalmakért. A programot az egyesülés az idén 18 városban, és mintegy 50 településen rendezi meg,
több mint 800 oktatási és nevelési intézmény 150 ezer tanulójának adom meg a lehetőséget, hogy a gyakorlatban is megtapasztalhassák a környezetvédelem ezen egyszerű módját. A tavalyi kiemelkedően sikeres programban résztvevő 278 intézmény, összesen mintegy 58 ezer óvodása és iskolása több mint 95 tonna italos karton doboz gyűjtött össze. A Zöld Hét hulladék gazdálkodási cég, illetve az Italos Kartondoboz Szövetség hirdette meg a italos kartondobozok gyűjtését, és ehhez csatlakoztunk már második alkalommal, mert két évvel ezelőtt is volt egy hasonló akció. Miért tartja fontosnak az iskola vezetése, illetve a pedagógusok, hogy csatlakozzanak az ilyen programokhoz? Hát iskolánk nevelési feladatai közül az első helyen, vagy hát az elsők között szerepel a környezettudatosságra nevelés. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben már így gyerekkorban kialakítsuk azt a szokást, hogy a hulladékot szelektíven gyűjtsék, és ezt szüleiket is megtanítsák erre, hogy hogyan lehet ezeket a hulladékokat szelektíven gyűjteni, és később majd felnőtt korukban is használják ezt a tudásukat a gyakorlatban. Az italos kartonok újrahasznosításának egyetlen feltétele a használat utáni szelektív gyűjtés. Magyarországon jelenleg 600 településen lehet hozzáférni azokhoz a gyűjtő edényzetekhez, amelyek lehetővé teszik a szelektív hulladékgyűjtést. Minden egyes italos karton doboz minimum 75%-ban papírból készül, melynek eredete fa, ami megújuló energiaforrás. Az újrahasznosított kartonokból sokfajta hasznos termék készíthető, például csomagolópapír, toalettpapír, konyhai törlőkendő, tojástartódoboz, irodai termékek, üzenőtáblák, vagy éppen ipari használatra készülő kábeldobok. Az italos kartonokból megmaradt műanyag és alumínium újrahasznosított energiaforrásként kerül felhasználásra. Szelektív hulladékgyűjtést és a vegyes hulladékgyűjtést a mi területünkön, mondjuk azt tudom mondani, hogy 150 ember tartja kézben minden nap. Tehát, hogyha az embereknek csak az 1%-a nem tartja be a normákat, akkor már annyira sokan vannak, hogy ez a pár ember teljesen képtelenség, hogy megbirkózzon ezzel a problémával. Tehát valójában az, hogy hogy fog kinézni az ország, az erdeink, meg hát minden, ahol élünk, mert egy közös összefogás eredménye. Nekünk jól kell tudni kiszolgálni az embereket, a másik oldalon pedig maradéktalanul, és hát fogalmazok így, hogy nem a jogszabályok előírása, hanem a saját önbecsülésünk alapján kellene betartani, vagy kell betartani a normákat. Ebben nagyon nagy szerepe van az oktatásnak, ezért szerveztük meg az elsőként a magyar hulladékgazdálkodási közszolgáltatók közül, hogy mind a két központunkban, így a Nógrádiban és a Pest megyeiben is önálló státuszú hulladékgazdálkodási, hogy így mondjam, oktatási referensek, szakreferensek dolgoznak, akiknek az a munkájuk, hogy szervezzék a pedagógusok munkáját, támogassák őket abban az oktatásban, ami ott megy. És nagyon fontos, hogy a gyakorlati életben tudjuk megmutatni ezeket a munkákat, ezért állítottuk aztán be a Zöld Híd Buszt, és hozzuk a diákokat, tanárokat, óvodákat, iskolákat, különböző szintű programokat. Nyilván minden korosztály mást igényel. Egy óvodában rövid, játékos, szemléletes dolgokat kell jobban csinálnunk, egy középiskolában már komolyabb hulladékgazdálkodási ismeretekbe lehet belefolyni, de hát eljutunk egészen az egyetemig, ahol ebben az évben is többen fogják itt a diplomamunkájukat írni, vagy nyári gyakorlatukat tölteni, vagy tehát üzemi gyakorlatukat tölteni. Tehát mindenhol megpróbálunk ebbe belefolyni. Csak és kizárólag az oktatás lesz az a rész, ami ebben szerintem jelentős átalakulást fog hozni. És hát többször beszéltünk a mai műsorunk kapcsán a családok szerepéről, és hát az egy kicsit a nem titkos stratégiánk, hogy a gyerekeken keresztül szivárogjunk be egy picit a családok mindennapi életébe. Ezért például az iskoláknak vannak már olyan programok is, amelyek közvetlen az iskolában a papírgyűjtés, PET-palaszgyűjtés, kombinált csomagolóanyaggyűjtés ügyében jelentenek ösztönzést, ahol mellesleg még az osztálykirándulásra valót is össze lehet gyűjteni.
A gyűjtőprogram keretében, amely 2012. szeptemberétől 2013. május 20-áig tart, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés az összegyűjtött mennyiséggel arányos díjazásban részesíti az intézményeket. 50 és 100 kg között 10 forintot, 100 és 300 kg között 20 forintot, míg 300 kg összegyűjtött italos kartondoboz fölött kilogrammonként 30 forintot fizet az egyesülés a résztvevő intézményeknek. A gyűjtésért járó díjazáson felül azt az intézményt, amelyben a program folyamán 1 tonna feletti mennyiséget gyűjtenek a gyerekek, 100 ezer forinttal jutalmaz az egyesülés. Mindemellett az országos összehasonlításban létszámarányosan legtöbbet gyűjtő óvodát és iskolát is 100-100 ezer forintos külön díjban részesíti az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés a program végén. Népszerű a szülők között ez a szelektív gyűjtés, tehát a papírgyűjtést a éveken keresztül évente kétszer megrendeztük. Most ősszel is volt egy papírgyűjtés, ahol 20 tonnát gyűjtöttek a gyerekek a szülők segítségével. Mint ahogy említettem, ezt az italos kartondobozokat második alkalommal gyűjtjük, tehát ennek még ki kell alakulni a szokásrendszerének, de azért szép számmal gyűltek. Most itt 2 nap alatt, és februárban majd meg fogjuk ismételni ezt az akciót. Van-e valami cél így az összegyűjtéssel kapcsolatban? Tehát tudjuk, hogy értékelik az iskolákat, azaz, hogy értékes nyereményeket kapnak. Igen, tehát azért a háttérben ott van az is, hogy ez pénzjutalommal is jár az iskolák részéről, tehát a gyűjtött dobozok mennyiségének megfelelően. Ezt mi az alapítvány keretén belül használjuk fel ezt az összeget, és az alapítvány pedig az iskolai programok támogatására használja föl. Tehát gondolok itt iskolai programoknál, vetélkedőknél a jutalmak, könyvjutalmaknak a megvásárlására, de akár a rászoruló gyerekeknek a táborosztatására, osztálykirándulásoknál is felhasználja az alapítvány. Tehát igazából ez is egy motiváló, de sokkal fontosabb az, hogy a környezettudatos magatartás kialakuljon a gyerekekben. Van-e még valami más program, amiben az iskola csatlakozott? Igen, tehát mint az előbb említettem, hogy ez a környezetvédelmi program, amit mi zöld programnak neveztünk el, ez az egész tanévet végigöleli. Környezetvédelmi vetélkedőket szervezünk a gyerekeknek, bekapcsolódunk az egyetem, tehát a Szent István Egyetem zöld programjába, zöld klub programjába. Minden évben megrendezzük a Földnapja projektnapot, ez majd idén és áprilisban kerül megrendezésre. Odafigyelünk arra, hogy a gyerekek a környezetüket rendbe tartsák. Ennek keretében meghirdettünk egy olyan akciót is, hogy minden osztály a iskolának egy részét, egy területét örökbefogadta, és egész tanévben arra figyel, tehát az gondozza, legyen az az iskola épületén belül vagy kívül. Akik most nézik ezt az adást, azoknak mit üzennénk? Tehát lehetséges-e, hogy akik nem ide járnak ebbe az iskolába, de szeretnék esetleg leadni ezeket az italos kartondobozokat, azok megtehetik-e? Hát én azt gondolom, hogy a következő alkalommal, tehát amikor februárban lesz egy ilyen akció, akkor várjuk ezeket a dobozokat, tehát hogy ezt nálunk szeretnék leadni. A pontos időpontja, hogy mikor lesz ennek az akciónak, ezt majd az iskola honlapján fel fogjuk tenni. Ez az erkeliskola.hu honlapon, tehát ez februárban várható. Az óvodák és iskolák gyűjtőzsákokban tárolhatják az összelapított italos kartondobozokat, amelyeket a helyi kommunális szolgáltatók Gödöllőn és térségében a Zöld Híd Régió Kft. Munkatársai szállítanak el. Miért fontos a gyerekek számára, hogy már ilyen ideje korán szembesüljenek az újrahasznosítás lehetőségével? Hát én úgy gondolom, hogy a környezetvédelmet kicsikorba kell elkezdeni. Ugye az én korosztályom, de szerintem az önök korosztályában is, még környezetvédelem, mint olyan, úgy valahonnan a háttérből került elő, és hát sajnos be kell látnunk, hogy előbb-utóbb belefulladunk a szemétbe. Többek között ezen az üzemlátogatáson is elmondta a hölgy, aki körbevezetett bennünket, hogy amennyiben nem szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem fog ki, hamarabb be kell, hogy zárják azt a hulladéklerakót, mert hamarabb
megtelik az a hulladéklerakó, hanem szelektív gyűjtik. Ehhez kapcsolódóan tudnám mondani, hogy Aszódon például már így gyűjtik a kertvárosba, a zsákokba hulladékot, tehát már Aszódon az italos dobozokat, meg mindent külön, tehát nem vegyítve a zsákokat, hanem külön-külön. Ez még a kapcsolattartó kolléganőnek is újat jelentett, hogy Aszódon már így működik a szelektív hulladékgyűjtés. Aki még esetleg nem tudja, miket lehet ide az iskolába behozni, tehát amiket szelektíven tudnak gyűjteni? Hát csak a papír alapú teljes dobozt, illetve az üdítős, tehát az ivóleveket, a 3 decistől a 2 literesig, amekkora mennyiségbe, kimosva és laposra taposva, ez a szlogen, hogy kimosva és laposra taposva. Tehát szét lehet szedni nagyon szépen a dobozokat, és össze lehet taposni, tehát hogy minél kisebb helyet foglaljon el a zsákba. A zsákot is biztosítja nekünk a Zöldhit Régió Kft., és hát még nekünk itt ez döcögős, mert elmondta a hölgy, hogy nem gondolták, hogy ekkora nagy lesz az érdeklődés, tehát nagyon-nagyon sok oktatási intézmény csatlakozott ehhez az akcióhoz. Itt helyben csak az iskolások hozhatnak ilyen dobozokat, vagy esetleg a lakosságnak a figyelmét most felhívhatjuk, hogyha akár nincs otthon kisgyerek, de szeretnék így idehozni a teljes dobozokat, akkor ezt megtehetik-e? Természetesen, mert ezáltal az iskolánkat segíti, pontosan amiatt, hogy minél többet összegyűjtünk, annál nagyobb összeg kerül az iskola számlájára, amit a gyerekekre tudnánk fordítani. Tovább javítható az italos kartondobozok gyűjtésének és hasznosításának rendszere, ha azokat használat után kilapítják, mert így jóval kevesebb helyet foglalnak a konyhában, a hulladéktárolóban és a szelektív gyűjtőedényekben. Így az edényzetekbe sokkal több használt italos kartondoboz fér, ha ezek térfogata kisebb. Így nyilvánvaló, hogy a hulladékgyűjtő autónak is kevesebbet kell fordulnia. Kérjük, ne felejtse, tapossa a laposra! A 94 éves, rendkívüli szellemi frissesség birtokában lévő és igen aktív dr. Bálint György megírta legújabb művét. A mai napig népszerű kertészmérnök a növényvilág jelentősebbjeit rendezte egy kötetbe, Legendás növényeink címmel. A rendezvényt Bankó László, a könyvkiadója nyitotta meg. Egyúttal megköszönte a közreműködését Gáspár Katának, a könyv szerkesztőjének, és Szántai Kis Gergő illusztrátornak. Tisztelettel és szeretettel köszönöm meg Gyuri bácsinak azt a lehetőséget, hogy egyáltalán én ma itt állhatok önök előtt, önök között lehetek, és egy ilyen nagyon szép könyv megszületésében ha egy picit is, de közreműködhettem. Gyuri bácsi, valami kapcsolatunk, merem mondani, hogy talán mondhatom, hogy barátságunk, valamikor 8-10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy kulturális intézményben, ahol én dolgoztam, Gyuri bácsi ott a közvetlen környezetben él és lakik, és én keresve azokat az embereket, akik valamilyen plusszal, valamilyen nagyobb talentummal rendelkezve hozzá tudnak járni az adott közösség szellemi-lelki fejlődéséhez, és sok egyéb mellett Gyuri bácsit is, Pétert is, és sorolhatnám még itt a művészi és közösségi embereket, akikkel ott én megismerkedtem, indítottunk különböző közösségeket, klubokat. Az egyik az ilyen kultúrkaszinó volt, volt egy hölgyklubunk, ahol rendszeresen találkoztunk, és amikor ezeket előkészítettük, számomra ünnepnap volt, mikor Gyuri bácsi megtisztelte az én házamat, illetve az irodámat, hogy együtt teáztunk és kávéztunk, hogy megbeszéljük a teendőket. És az egyik ilyen teázás, kávézgatás során felmerült, hogy neki a fiókba van egy könyv, ami mondjuk 97%-os készültségi állapotban van, és mondta, hogy keres kiadót. Hát mi egy nagyon szerény kis céggel rendelkezünk egyetlen feleségemmel, és úgy gondoltuk, hogy ez a kultúrához kötődik, a lelkesedésünk nagy, Gyuri bácsit tiszteljük, úgy gondoljuk, hogy tudunk segíteni. Nem mást tudnánk mit csinálni, mert nem vagyunk mi igazán könyvhöz értő, vagy könyvkiadó szakmailag, de azt gondoltuk, hogy segíteni tudunk, és hát ha egy közös élményben örömbe lesz részünk, hisz azt gondoljuk mi, hogy talán ezért vagyunk ezen a földön.
és megszületett a gondolat, hogy akkor Gyuri bácsi befejezi a könyvet, határidő, ahogy ez szokott lenni, ezt én természetesen nem mesélem el. Találtunk sok segítő kész embert, itt a kis hátlapon például a nyomda, egy-két támogató, aki nem annyira pénzem, itt nem pénző volt szó, hanem szándékkal és lelkesedéssel biztatott minket arra, hogy igen, ez egy nemes ügy, és biztos, hogy lesz rá érdeklődés. Hát azt gondoljuk, hogy a mai délután a jelenlévők részéről azt jelenti, hogy tényleg van rá érdeklődés. Az eddigi szakkönyvek és életrajzi írások mellett most egy olyan könyv született, melyben az író különleges oldalairól közelíti meg a növényeket. A műben 40 jól ismert növény történetét, fejlődését, hozzátartozó legendákat mutatja be alapos precizitással, lélekemelő megfogalmazásban. Azt az életutat tárja képzeletünk elé, amelyeket ezek a növények a viharos társadalmi körülmények, a technika fejlődése és a fogyasztási igények változása hatására épp úgy átéltek, mint a velük azonos korban élő embertársaik. Talán 30 évvel ezelőtt történt, hogy a Múzeum körút egyik antikváriumának a kirakatában megláttam egy kis könyvet, amit régen kerestem. Ez a kis könyv Kosztolányi Dezső Zsibongó Természet című könyvecskéje, amely a Révai Kiadó gondozásában jelent meg 1930-ban, mindössze 101 számozott oldal terjedelemben. A könyvet én nagyon régen ismertem, és a tartalmát sokszor elolvastam, és amikor ez a tulajdonomba került, akkor jutott eszembe az a gondolat, hogy ez a könyv, a Zsibongó Természet, megírja azt, hogy a természetben lévő tárgyak, élőlények mit gondolnak saját magukról, és milyen vágyaik vannak. Milyen vágyaik vannak a virágoknak, a fáknak, a bogaraknak, a lepkéknek, sőt, még a drága köveknek is. És akkor az a gondolat támadt bennem, hogy egyszer ennek a témának a reciprokját is meg lehetne írni, nevezetesen azt, hogy az egyetemes emberi tudomány, az irodalom, a történelem, a vallások, a zene, a népművészet mit mond a növényekről. És rájöttem arra, hogy rengeteg legenda van a növények körül, úgyhogy az volt az érzésem, hogyha ez a feladatnak az ellátására készülök, akkor nagyon hosszú ideig kellene élnem ahhoz, hogy mindent el tudjak végezni. Ezért kiválasztottam 40 körülöttünk élő, mindenki által ismert növényt, és ezeknek a legendáját írtam meg ebben a könyvecskében, amelynek a bemutatása ma történik. A délután során a könyvben bemutatott legendás növényekkel kapcsolatos verseket hallhatott az érdeklődő közönség Erkárpáti Péter tolmácsolásában. Cigány György, Szadai Leander. Kis Leander bokor szegény, testvéred Korfú szigetén nem sejti, hogy te pincebördön mélyén esel át éjj flörtön. Hordó mered rád, skapanyél, örök sötétség itt a tél. De várja már a kert, a rét, szerelmes, hű Leanderét, rideg falak közt túrni, bízni, tanít pirulva sok ribizli. Túlélted itt a lét halálát, szomorú virágzásat hálát, s ragyog, ki életet nyert, csábítsd ide a tengert. A könyvbemutatón Tóth János, az Állami Operaház Lisztdíjas énekese többször is megörvendeztette a közönséget énekével. Először Mozart varázshullájából énekelt egy áriát, majd Arany János a Legszebb virág című versének megzenésített változatát adta elő. Szép virág a rózsa, hát még a bimbója, mert az ég harmatja minden nap mosdatja.
szép virág a szűzlány ünnepnapra kélve, de legszebb virág a haza szent szerelme. De legszebb virág a haza szent szerelme, nem terem a kertbe a fekete földbű. A bemutató zárásaként Bankó László egy ajándékkal készült mindenki Bálint gazdájának. De engedjék meg, hogy akkor mindannyiunk nevébe egy ilyen közös ajándékot is átnyújtsak a Gyuri bácsinak, amely nem más, mint egy adománylevél, mely adatik a nagyra becsült Bálint György úr részére azon nevezetes alkalomból, hogy életének 94. esztendejében újabb csodálatos írásművel ajándékozta meg olvasóit. Bálint György immáron 70 éve szolgálja a magyar mezőgazdaság, a zöldellő környezetet óvó és védő embertársaink növényszeretetének ügyét. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a kertbarátok sok ezer fős táborában, a kerti növények, fák gyógyításában, valamint a kertek, a gyümölcsösök, dísznövények pompázásában való közreműködésben. Könyveivel, publikációival és sziporkázó előadásaival nem csak elkápráztatja olvasóit, hanem nagy mértékben hozzájárul szellemi és lelki gyarapodásukhoz is. Tanácsai révén a növények kibontakozásánál hatványozottabb lett a tanácsot megfogadó gazda lélekfejlődése, mely számtalan esetben barátsága nemesült. Tisztelt Bálint György, kedves Gyuri bácsi! Mi, a jelenlévő és a távolból is tisztelő olvasóid és hallgatóid nevében kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben és derűs lélekkel alkoss családod és barátaid szeretetétől övezve. Kívánjuk továbbá, hogy hivatásod, szakmai tudásod továbbra is teljesítse ki a virágok illetfelhőit és káprázatos színvilágát. Ezzel is hozzájárulva minden ember boldogulásához. A Porta magazin 64. adását látták. Észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk a porta@regioplustv.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre a 2100 Gödöllő Ady Endre sétány 44 szám alá. Szeretettel várom Önöket jövő héten is, a viszontlátásra!